Az MTK Budapest evező szakosztályánál a befektetett munka meghozta gyümölcsét. A siker számomra az, hogy a versenyzőim megcsinálják, amit szeretnék, és vállalják, hogy naponta megszakadnak. Vajja Székely Balázs, a Magyar Evezőszövetség elnökségi tagja, az MTK evező szakosztályának sikerorientált vezetője. A szakember először még júliusban a velencei tavi evezőspályán az utánpótlás országos bajnokság során mesélt nekünk elvárásairól. Amikor én idejöttem, az MTK 32 működő klubból a 31. helyen volt, a tavalyi évben a pontversenyben a 10. helyen végeztünk. A cél mindenképpen az, hogy az ország 5 legjobb klubja közé bevigyük az MTK vező szakosztályát. Balázs kezei alatt igazán sikeres és vonzó klub lett az MTK Budapest. Rengeteg saját nevelésű fiatal és akár korábban más egyesületeknél versenyző sportoló választotta otthonául a kékfehérek műhelyét. Nagyon tetszik, szeretem az MTK-t, jók a hajók, jók a körülmények, jók az edzők, a csapat is jó. Hatalmas örömünkre 16 év után újra a felnőtt országos bajnoki címet szerzett a Polivka Dóra Krémer Eszter páros az MTK-nak, akik egész évi jó szereplésükre Velencén az országos bajnokságon tették fel a koronát, főszámukban, a kétevezősben hatalmas fölénnyel diadalmaskodtak. Nagyon megtisztelő, hogy mi hozhattuk meg ezt az eredményt a klubnak, és bízunk benne, hogy ez motiválja a többieket is, és szerintem jövőre lesznek itt még aranyérmek. Az MTK vízisport telepén látogattuk meg az aranyos lányokat, akiktől még sok fényes éremre számíthatunk a jövőben is, hiszen tökéletesen egészítik ki egymást, vérbeli nyerőpárost alkotva. Eszti az, aki a hajó motorja, illetve ő az, aki kicsit elvetemű tud lenni, így egy kamikáze rajtal, és én vagyok kicsit így a kontroll, aki mondjuk így a mindennapokban összeszedi a csapat. Néz ki, hogy reggel 6-ra szoktunk jönni, aztán edzünk, utána megyünk suliba, és aztán este fele megint jövünk vissza, és folytatjuk a délutáni edzést. Nem elég nekem az, hogyha csak egy dolgot csinálok, szóval ha csak a tanulásra figyelek, az is önmagában nehéz, ha csak az edzésre figyelni is önmagában nehéz, és a kettő nagyon jól kiegészíti egymást. Az első 6 év úgy tűnik, hogy elindult, de hát nem akarunk itt megállni. Az feltétlen célunk, hogy a szakosztályt a legjobb 5-be bevigyük Magyarországon. Minden korosztályban törekedünk arra, hogy nemzetközi szintű válogatott sportolókat adjunk és neveljünk ki. Két legnagyobb reménységünk 13 évesek, tehát 2006-os születésűek, Majsai Kristóf, illetve Lipták Kira. Idén ők érték el a legtöbb sikert. Majsai Kristóf a tanuló harmadik korcsoportban lett országos bajnok idén, ráadásul korosztálya legjobb idejével győzött úgy, hogy csak nemrég kezdett el versenyszerűen sportolni. Ez egy nagyon nekem való sportág, és ott kezdődött az egész, hogy másfél éve körülbelül 2018 májusában az iskolában volt egy óránk, ami nem lett megtartva. Ott próbáltam ki először az evezős ergométert, és később vízre is lementünk. Mindenképpen kiemelendő a rendkívül sikeres jövő előtt álló Szász Gergely idei eredménye is, aki Tokióban az ifjúsági világbajnokságon 5. helyezést szerzett a magyar válogatott 8-as vezérevezőseként. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy ezekkel a srácokkal, akikkel dolgozom, tulajdonképpen 4., 6. osztályos koruk óta, minis tanulós korosztályuk óta foglalkozom, és mondtam nekik, hogyha együtt tudunk dolgozni. Tehát minibe tanulóban még nem biztos, hogy elérünk eredményeket, de hogyha ez a társaság együtt marad, akkor ifibe, felnőttbe már nemzetközi szintű versenyzők lesznek, és hál' Istennek bejött. 2015-ös évet vehetjük a bázis évnek, ott 12 pontot szereztünk, 16-ba 21-et, 17-be 54,75-öt, a tavalyi évben 96 pontot szereztünk, és idén pedig 179-et. Tehát talán azt is mondhatom, hogy a legmerészebb álmainkat is felülmúlta ez az év.